srácok, hogy már beszéltük tegnap, meg tegnap előtt is, ma Kickoff videóval fogunk tovább menni, nyomunk újra egy Kickoff mérkőzést, emlékeim szerint múlt héten volt, talán az utolsó, hogy itt az időn nyomunk egy újabb mérkőzést, és már akkor említettem, hogy lesz a héten egy Svédország vs. Dánia, hogy el is hoztam 6 csomagot, úgy, ahogy már megszokhattátok, 3 csomag első félidő, 3 csomag második félidő. A svédek a múltkori videóban 3-re legyőztek minket, úgyhogy abból mindenképpen lesz egy visszavágó jövő héten, de most két északibb ország fog összecsapni. Egy eredményjelzőt be is hozok, és nézzük meg, hogy mégis ki fog nyerni. Lehet megint a svédek behúzzák. Gyerekek, egyből Gulácsi. Egyből Gulácsi az első csomagból. Hát már most nagyon jól indul ez a videó, és alatt ott van egy Invincible. Gyerekek, mi Jézusom, mi történik itt? Na jó, hát Gulácsit ide középre tesszük, mellé tesszük az Invincible-t. Van a harmadik Invincible nyitás a csatornán, ha jól emlékszem. Hú, nagyon jönnek most megint a rerek, ugye? Általában volt egy időszak, amikor nagyon sok rert nyitottunk itt videóban, aztán kevesebbet, de most megint nagyon megindultak. Ez az legalább van egy kis izgalom. Van itt nekünk még egy Defensive Rack Ruben Diaz, ne feledkezzünk el róla. Fordítunk, akkor van nekünk egy Ansu Fatink, egy Cancelónk, Ampadu, Zommer, illetve még egy finn játékos, úgyhogy gól nem jött, viszont Gulácsi meg Invincible, igen. Menjünk tovább a második csomagra. Milyen király lenne, ha nyitnánk még egy rert, vagy esetleg még kettőt, bár arra az elég kicsi az esély, ugye? Mondjuk egy Invincible-re is, úgyhogy tényleg bármi megtörténhet. Rabiot, aztán Brozovic, Donnarumma, Ginter, Arnautovic, Skriniar, egy kódlap, és nézzük a kettő különleges lapot, Busquets, illetve még egy Ferrati Secret Hero lap, de ezt a Secret Hero lapot már nagyon-nagyon sokszor nyitottuk. Ha megint beteszem ide a jobb felsőbe azt a videótól, megnézzük, hogy hogy néz ki a sötétben, de kb. Már 4-szer sikerült kinyitni itt videóban. Na de menjünk tovább a mérkőzésre, és itt van egy svéd mez. Mi azt jelenti, hogy a svédek egy mezzel megszerezték a vezetést, a dánok ellen 1-0-ra mennek. Alatta van egy finn multiple, alatta Daniel James key player lapja, és nézzük a teammateket, egy dán! Hát egyenlítenek is a dánok, de hogy egyenlítenek, hiszen Augustinsson góljával már 2-1-re mennek a svédek. Na most beindult itt a tűzi játék ebben a videóban, mondjuk már a Invincible meg Gulácsi lap is beindította, kicsit így közelebbre húzom őket. Jazici, még egy svéd Klasson, 3-1 már a svédeknek. Jézusom, aztán még egy De Jong itt a végén. Hát most a svédek konkrétan egy csomagból 3 gólt lőttek. Hát most nagyon beindultak újra a svédek, sikerült megint 3 gólt szereznünk, és még mindig van 3 csomag. Menjünk is tovább a második félidőre, hiszen ki tudja még, mi fog itt történni. Lehet most meg a dánok válaszolnak 3 góllal. Van de Beek, Jack, Torres, Lod, McTominay és Delik Hollandiából. Van nekünk egy Rui Patricio fans favoritünk, illetve még egy lengyel gólmesin Milik. Van még két csomag, és szerintem benne van itt még egy svéd gól. Szerintem itt 4-1 lesz, aztán mindjárt kiderül. Egy Guerrero, Rodon, Upamecano, Pickford, Stepanenko és Pellegrini teammate-lap. Van nekünk kettő csillogós, az egyik ugye egy belga, viccel, fans favorite, alatta pedig egy angol power trio multiple lap van, hogy gól továbbra se jött. Utolsó csomagbontás jön ebben a videóban, 3-1 továbbra is a svédeknek, azt hittem egy svéd lap. Na de nézzük először a teammateket. Van nekünk egy Karaman, aztán De Jong, McBurney, Immobile, Král, illetve Cristiano Ronaldo teammate lapja. Kettő csillogós lap van, ugye az egyik egy Marshall fans favorite, és a dánok még azért egyenlítenek, szépítenek a végén egy Maestro and Prodigy lappal. Hát nem jött be a tippem, hogy 4-1-re nyernek a svédek, a dánok szépítettek, de Svédország így is behúzta ezt a mérkőzést, 3-2-re eldöntötték már az első félidő végén, hát nagyon megsorozták a dánokat, hirtelen összeomolhatott a védelem, mint meglepődtek, hogy mezt dobtak be, aztán nem tudták hova tenni, és de gyorsan a svédek még lecsaptak. Svédország-Dánia 3-2 ennél a mérkőzésnél. Szerintem azért elég izgalmas a sikerült, főleg ott még az első fél idő végén. Nyitottunk egy Invincible-t, Gulácsi fans favorite lapot, úgyhogy szerintem elég jó kis bontogatás volt ez.
Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek meg, nyereményjátékra tudtok jelentkezni, link a leírásban, találkozunk egy következő videóban, addig is legyetek jók, sziasztok!